Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban bepillantunk egy izgalmas filmforgatás kulisszái mögé, majd szó lesz a Felsővárosi Annabáról. Tartsanak velünk! Fejenagy, harangláb, szemérmetes Erzsók, ismerősen hangzó szereplők elevenednek meg hamarosan Petőfi Sándor költeményéből. A Köztévé a most készülő filmet 2023-ban tűzi majd műsorára. Stábunk a forgatások helyszínén járt. Oké, figyelj, próba! Playback! Zenés, táncos jelenetet forgat a stáb a tordasi Veszten faluban. A Helység kalapácsa című Petőfi mű különleges filmes változatában ismert magyar színészek alakítják a szerepeket. Ember Márk egy szívtipló vagány cowboyt, vagy ahogy a szerző fogalmaz, a tiszteletes két fej csikajának abrakolóját személyesíti meg. Az én szerepem Csepi Palkó, a tiszteletes két fej csikajának jókedvű abrakolója. Hát ő egy első látás, úgy tűnik, hogy egy nagyon vagány legény, aki nagyon szereti az életet és szeret oda csapni, aztán nem biztos, hogy mégiscsak a legbátrabbak egyike. Én mondhatni, elég közelről ismertem az anyagot, a szöveget, mert egyszer csináltunk egy felolvasó színházat, ahol volt szerencsém a javarészét egyedül felolvasni, ezért tudtam kb., hogy mivel állunk szemben, vagy mi lesz az, ami most majd a feladat előttünk, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a szöveget. Én nagyon-nagyon szeretem a humorát, azt, hogy mennyire játékos, hogy mennyire emberi, szóval igazi nemes anyag ez Petőfitől. Szervét Tibor az intrikus, a fondor lelkületű haranglábat alakítja a filmben. A színész nagy szeretettel vállalta ezt a szerepet. A fondor lelkületűt játszani az mindig nagyon kafa dolog, még drámákban is, de egy ilyen édes, tulajdonképpen a paródia, a népköltés és a valódi történet határain billegő valamiben, mint ez a Helység kalapácsa. Szóval így, ez nekem egy nagyon, nagyon élvezetes dolog, mert azt nem tudom, biztos ki fog derülni a többiekkel való beszélgetésből, vagy hogyha beleforgattok, hogy ez nem csak a Petőfi hőskötemény eposz, paródia, ördögi megfilmesítése, hanem egyszerre egy western film is. Tehát ez egy ritka dolog, és én nagyon nagy leleménynek tartom, hogyha ezt elővették, akkor adtak neki egy ilyen furcsa, látszólag hozzá nem passzoló, de közben mégis nagyon, nagyon megemelő és elemelő világot, mint az, hogy mi egyszerre, mondom, western hősök is vagyunk, meg magyar paraszti hősök is vagyunk. Jó együtt dolgozni, nagyon édes színész csapat van együtt, írtó profi válogatás van, tehát nagyon jó ezzel a lányjal dolgozni, Dombrovszky Linda, aki a rendező. Szerintem egy különös és nagyon klassz élmény lesz belőle. Jók a táncok, jók a kaszkadőr mutatványok, szóval szerintem nagyon jó lesz ez. A film hűen követi az eredeti történetet és szövegkönyvet, miközben a nyelvi humort és az eposz paródiát filmes stílus paródiával ötvözi. Mindez egy különleges helyszínen, western easterni körülmények között valósul meg. A rendező szerint az alkotás a mai néző számára is fogyasztható, kifigurázó és egyben szórakoztató. A Helység kalapácsa egy paródia, ezt nagyon szeretném kiemelni, hogy egy paródiához, ha mint adaptációhoz nyúlunk, akkor nyilván fontos, hogy kövessük a szerzőnek a célját, és ez mindenképpen az volt, hogy szórakoztasson és kifigurázzon. Emiatt mi is így döntöttünk, hogy nem hagyományos módon, akár egy magyar valóságba helyezve mutatjuk ezt be, hanem egy sokkal eklektikusabb és izgalmasabb világba raktuk, és ez egy kicsit ötvözete a westernnek, az easternnek, kicsit a magyar népi elemek is ott muzsikálnak zeneileg, jelmezben, díszletben, a háttérben. Ez volt a hívószó, illetve még az is, hogy a western, mint műfaj,
ugye hősöket ábrázol, és itt is ugye bár kifigurázva, de hősöket mutat be Petőfi idézőjelbe téve, tehát mi is valahogy filmnyelvileg, műfajilag ezt próbáltuk követni. Én azt érzem, hogy sikerült azt a furcsa kis egyensúlyt megtalálni, ami még ízléshatáron belül tart egy paródiát, mert ugye itt túlkapásokkal is lehetne élni, és azt gondolom, hogy ez nem történt meg semmilyen szempontból, úgyhogy én azt érzem, hogy nagyon kompakt és egységes az a látványvilág, az a műfaji megközelítés, amit választottunk hozzá. A most készülő film a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Megafilm együttműködésében a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából az MTVA finanszírozásával valósul meg. A köztévé a közelgő Petőfi bicentenárium alkalmából kíván a film bemutatásával a nemzetköltője emléke előtt fejet hajtani. Mi már régóta gondolkozunk és terveket készítünk, hogy a közelgő bicentenárium alkalmából hogyan is tudunk az emléke előtt fejet hajtani, a munkásságát megtisztelni. Adott volt ez a dolog nyilvánvalóan, hogy a Helység kalapácsa az egy olyan mű, hiszen már több mint 5 évtizede ilyen formában senki nem nyúlt hozzá, senki nem dolgozta fel, és nekünk az fontos, hogy nagyon sok platformunk van, ezért változatos módon tudunk egy munkásságot feldolgozni, és a Helység kalapácsa az egyik a sok remek műve közül, amit úgy gondoltuk, hogy érdemes a mai kor szellemének megfelelően feldolgozni. Itt találkoztak az elképzeléseink a megafilmmel, és úgy döntött a közmédia, hogy ezt a produkciót akkor meg fogja finanszírozni, hiszen nagyon ígéretes. A producer szerint a forgatás mindenkinek nagyon tetszik, a színészek élvezik a szerepek megformálását, ami látszani fog a filmen. Én azt gondolom, hogy a Lindának, Dombrovszki Lindának, a rendezőnek nagyon határozott elképzelése volt, ami nagyon erősen találkozott a miénkkel. Tehát, hogy ez egy olyan mű, amit sokféleképpen lehet megközelíteni. Erre sokat dolgoztunk, nagyon jó látja ezt a világot, nagyon jó érzékkel dolgozik, nagyon kiváló rendező. Tehát ezt a részét mi azért rábíztuk. Tehát természetesen a közös a felelősség. Az ötlet megszületésétől ugye a közmédia mellé állt, és a Petőfi Kulturális Ügynökség is, ez nem egy giga projekt, tehát ezt szögezzük le, azért 300 millió forintos támogatással készül. 21 forgatási nap volt, rengeteg szereplő, nagyon jó színészekkel, hogyha látjuk a listát, nagyon jó stábtagokkal, kiváló zeneszerzővel, Ferenci Györgyöt említem. Tehát azért úgy mindenkinek a szívébe jön ez. Tehát azt láttam, hogy ilyen gördülékeny és jó forgatást az utóbbi években nem nagyon láttunk. Tehát mindenkinek nagyon tetszik, nagyon benne van, nagyon éri, tehát senki nem érzi tehernek, ez látszani fog a filmen. A kortalan, különböző generációknak is bemutatható, egyedi stílusba csomagolt tévéfilmet a közmédia 2023-ban tűzi műsorára, és a jövőben Petőfi valamennyi művét be fogja mutatni a bicentenárium alkalmából. Volt egyszer egy Anna bál, pontosabban nem is egyszer, hanem 18-szor. Idén ugyanis nagykorúvá vált az Anna bál, ami Felsővárosban minden évben megrendezésre kerül, és most erről fogunk egy kicsit beszélgetni, ha megengedik a kedves nézők, akkor nekem is van személyes tapasztalatom, amit majd szeretnék önökkel megosztani, és bemutatnám vendégeinket. Bogner Mária, a Nem csak a 20 éveseké a világ nyugdíjas egyesület, vagy szépkorúak szép egyesülete elnöke, és Pál Lászlónit köszöntöm, aki pedig az idei bál királynő, vagy szépek szépe, vagy szépkorúak szépe. Igen, mindenféle elnevezéssel illetlek már. És hát azért is tegeződünk, mert nagyon jóban vagyunk, és azt el kell mondjam a nézőknek, hogy igenis, én úgy gondolom, hogy egy nagyon fiatalos csapat van itt, és mindig ugye, sokszor szoktunk ugye beszámolni a klubnak az életéről. Hát azt látni, hogy tényleg, tehát egyszerűen olyan nyüzsgés van, és nincs megállás, hogy most, amikor elmentünk ugye erre az Anna bálra forgatni, akkor azt mondtuk, hogy Úristen, hogy lehet egy ilyen helyre behozni egy rendezvényt, mert meleg van, de
De egyszerűen nem vette senki észre. Mi azt vettük észre, hogy senki nem figyel arra, hogy meleg van. Nagyon meleg volt tényleg, és akkor szerintem mindenki a hétvégéjét talán a vízpartokon töltötte, de ti ott roptátok egész délután, úgyhogy fantasztikus. Ez csak az én véleményem volt, és köszöntelek titeket, bocsánat a hosszú felvezetésért. Igen, köszöntjük is a nézőket. Nagyon örülök neki, hogy nagyon sok gratulációt kaptam. Ezzel kell, hogy kezdjem, illetve folytassam. És nagyon-nagyon boldog voltam, hogy ez ilyen nagyon jól sikerült az időn ellenére, hogy ennyire meleg volt, és nagyon rosszul esett az, amikor vissza kellett utasítani, nem egy telefon, hogy nem tudunk fogadni benneteket, és az volt, próbáltam úgy megnyugtatni magamat, hogy ne legyenek elutasítva, gyertek el, majd megoldjuk, így is történt. Volt egyébként egy ilyen létszámkorlát? Hát igen, van azért ugye a teremnek egy korlát, személykorláta, hogy hány főt lehet elhelyezni. Hát egy nagyon picit túlléptük, de minden ülőhelyet kihasználtunk, és minden asztalt igénybe vettük, és hát nagyon jól sikerült, tényleg azt mondhatom, ahogy tapasztaltátok is. Hát amikor mi bementünk ebbe a terembe, akkor már mindenki táncolt, ez egy délutáni rendezvény volt, nem tudom aztán mennyire nyúlt az estébe, de tényleg fantasztikus volt látni, hogy ennyi, nem is mondom ezt szépkorúnak, mert egyébként meg szerintem nem vagytok idősek, tehát hogy azt látszik, hogy ez a korosztály, akik ti vagytok, ezek még javában mindenkiben benne van az, hogy bulizna igen. még, meg csinálja a dolgát, aktívak, de tényleg mi ledöbbentünk ezen, és akkor volt ez a szépkorúak szépe választás is, pont amikor mi odaértünk, úgyhogy majd mindjárt beszélünk erről egy picit, de ugye említettük, hogy 18 évéhez ért most már ez a rendezvény. Igen. Ha egy picit vissza kell emlékezned erre a 18 évre, akkor mit tudsz elmondani? Mennyiben más most, mint mondjuk régen volt? Mennyire vannak többen esetleg? Csatlakoztak-e így az évek folyamán? Hát igen, tulajdonképpen nekem már 25 évre kell visszaemlékeznem, mert ott kezdődött ez az egész, és abból alakult ki, ez a nem csak a 20 évesek ki a világ, nosztalgia délután. Ugye majd most fogjuk ünnepelni a 25 éves évfordulónkat novemberben, hát ez csak egy ilyen előzetes beharangozó, remélem, hogy sikerül. Na és ebből jött létre, ugye, hogy többször összejöttünk, szinte két hetente, és nagyon sokan voltak. Annak idején, mikor meg a barátságházba kezdtük ezt, volt olyan, hogy busszal jöttek be faluról a nyugdíjasok, és részt vettek ezen a nosztalgia délutánon. És hát ebből jött létre végül is az, hogy hát legyen akkor ez egy Anna bál, adtunk neki egy nevet, hát ugye tudjuk, hogy ez Füredről származik, próbáltuk, hát én próbáltam utána járni, hogy is ment, és annak a formájába nem próbáltuk, hanem csináljuk is ezt az egész rendezvényt, ami nagyon-nagyon sikeres. Hát ugye a korona, a szallag, az oklevél, amit itt lehet látni, ezt mind megkapják, és van első, második, harmadik helyezett. És ezt azért nagyon várják a hölgyek, szeretnek felöltözni, ugye legszebb ruhájukban, itt van Évit is lehet látni, ugye, és hát én úgy próbáltam ezt leegyszerűsíteni, hogy mindenki kapott egy számot, és utána tánc volt, na jó, hát azt még elmondom, hogy azért is kaptam dicséretet, és ami nekem nagyon jól esett, hogy ugye egy nagyon pici műsorral megküzdeljük azért a rendezvényt, tehát volt egy magyaros nyitó tánc, amit egy kis mazsolett hölgy adott elő, ez volt a nem csak a 20 éveseké a világ, tehát hogy érezzük, hogy hol vagyunk azért, és utána jött a Laguna Együttesnek egy gyönyörű nyitó tánca, ami megint a bálra emlékeztet, ugye, gyönyörű hosszú ruhában, minden úgy, ahogy annak lenni kell, megnyitották a bált, és közben lett azért annak köszöntés is, egyik fiunk, a klubtársunk megköszöntette az Annákat, és minden hölgynek, amint látni az asztalon is, egy ilyen kis kísérőkártyát adtunk a belépőjegy mellé. Megmutatom és azért a kamerának is. Igen. Úgyhogy ne érezze magát senki megcsalva, hát ennyit tudtunk
és külön még az Annáknak adtunk névnapi köszöntőt is, az pedig itt van nálam, ennek a színes formáját kapták az Annák külön, úgyhogy gondoskodtunk arról is, hogy azért meg legyenek köszöntve a, hát a Annácskák is. És hát nagyon jól sikerült ez, ez az Anna Bál, tényleg az egyik legjobban sikerült rendezvényünk, de hát volt, ugye mióta a Covid után megindultunk, mi most tényleg megindultunk, mert olyan sok volt a szépkorú, illetve a szépkorúak szépe mellett, volt a Pünköst király választás, hát az is nagyon sikeres volt, olyan szép lett ez a két pár, hogy, hogy nem igaz, előhívattam nagy A3-as rapra, és ha lesz a rendezvényünknek a fennállásának a 25. évfordulója, akkor egy kiállításon ezeket mind ki szeretnénk rakni. Uh-huh. Ami nagy rendezvényünk volt, akkor volt egy egészségügyi előadásunk, ami nem mindennapi, ez a hár főorvos úr eljött, és nagyon nagy sikere volt, úgyhogy akkor a húsvét volt, azt is megünnepeltük, mindent, szóval volt a fánk verseny, úgyhogy mi adjuk a királynőket, volt fánk királynő, volt pünköst királynő, megvan ő is, és itt van a harmadik királynő, de lesz egy negyedik is. Akkor majd... arról majd még beszélünk, igen. Akkor most adjuk át a királynőnek a szót. Ugye te is ennek a nyugdíjas klubnak a tagja vagy, és nagyon aktív vagy. Miért gondoltad úgy, hogy benevezel erre a versenyre? Ugye, ha jól tudom, 40 hölgy közül kellett kiválasztani a három legszebbet. Igen. Igen. És még azt majd azért mondjuk, hogy milyen szempontok alapján, illetve te biztos akkor tudod, hogy mi miatt esett rád a választás. Először is köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, és nagyon köszönöm, hogy itt lehettek a meghívás is egyben. A barátaimmal, a klubtársaimmal gondoltunk egy nagyot, hogy elmegyünk a hagyomány őrző, tisztelő Anna Bálba egyet mulatni, szórakozni. Én teljesen spontán, saját elhatározásomból, elgondolásom alapján, stílszerűen a bál profiához öltöztem. Ez valószínű, hogy a zsűrit is megfogta, és nem csak a zsűrit, hanem a klubtársaimtól is kaptam egy pozitív visszajelzést. És hát a zene teljesen a hatalmába került, egy ilyen mulatos, táncos nőszemély vagyok, és patakzott rólam a víz. Tehát én nem foglalkoztam igazából a nyeréssel, meg a helyezéssel. Tudtam, hogy Anna Bálba vagyok, tudtam, hogy a társaimmal vagyok egy felhőtlen szórakozás keretében. És akkor lepődtem meg, és kaptam a hideg zuhanyt, amikor a 12-es számú hölgyet kérték a színpadra, amikor a zsűri értékelt. 12-es szám az én voltam. És amíg a színpadra tartottam, csak az járt a fejembe, hogy nem tudok fizurázkodni, nincs időm felszáradni, hiszen kalap volt a fejemen, és alatt a víz. Vizes volt a hajam. És ugye a koronának viszont helyet kellett biztosítani, és így került a vizes hajamra a korona. Én azt gondoltam, hogy mentem szórakozni egyet, és nyertem. Tehát, hát senki nem foglalkozott ezzel igazából, igen. Hát én biztos ebből a szempontból, igen, hogy nem gondoltam volna, hogy a szépkorúak szépe, nem hogy első helyezését, egyáltalán a helyezést kapok, mert nem is erre gondoltam. Arra gondoltam, hogy szórakozunk egyet, és egy olyan társaságban, ahol ahova mindig szívesen megy az ember, ahol jó lenni, ahol jó ott lenni. Uh-huh. Ez érződött egyébként tényleg a mindenkin. Azt és láttam, abszolút hogy... idegenek, még ezt el kell mondanom, hogy abszolút ismeretlenek voltak a zsűri tagjai, nem is, sem én nem ismertem, de úgy tudom, hogy a házba se fordultak még meg, most voltak először, ha jó információm van. Ezt csak röviden elmondom majd, de fejezben is mondom. Jó, tehát azért mondom, hogy igazából utólag tudtam meg, hogy több szempontból értékelt a zsűri, nem csak azt, hogy most valaki szép, és ugye, mint a Füredi Anna Bál résztvevői, hanem az egész megjelenést, az egész kisugárzást, a mosolyt, a barátságot, a hogyan tudott kapcsolatot teremteni másokkal. Hát Deák Lajosnyi volt az elnök, képviselőasszony, úgyhogy próbáltuk úgy beállítani, hogy hivatalból is ő legyen hivatalból valaki tényleg, és akkor lett egy klubtársunk,
Úgyhogy a Tobak Zoltán volt még, és jött, meg kell, hogy nézzem, Csapó Imre, ő egy idegen fiatalember volt, és felkértük, hogy megkérdeztem, hogy volt-e ilyen helyen már, nem Szeged mellől jött ide a bálba, hát ide udvarol Fehérvára, és megkértük, hogy legyen zsűritag, mivel ő még ilyenben nem volt, és így teljesen kizárt volt azt, hogy bunda, vagy összejátszás, vagy bármi legyen, akár a részemről is, úgyhogy ez teljesen tiszta volt most ez a nyelv. No, hát azt mondtad, hogy ide udvarol, tehát hogy még ez is, hogy... Még igen. Hogy tényleg, én tényleg azt láttam, hogy nagyon éltetek ott abban a bálban, és hát reméljük, hogy lesz még sok ilyen. Ugye mondtad is, hogy azért három talán elmaradt, gátat szabott neki a járványhelyzet, de talán lesz még talán sok. Nem. És akkor egy picit még azért beszéljünk arról, hogy milyen programok várnak még rátok idén? Hát, várnak még ránk programok, de még elmondanám, hogy nehogy megsértődjön a másik két udvarhölgy. Az első udvarhölgyünk az Ékesinél Winkler Veronika lett, a második pedig Ambrusnél Rak Éva. Úgyhogy ők is nagyon helyesek voltak. Gratulálunk. Gratulálunk nekik innét is, úgyhogy örültek ők is, és hát ők is a klubtagjaink, és remélem, hogy továbbra is majd támogatják a rendezvényünket. És hogy milyen rendezvényünk lesz, már én elkészítettem a második fél évi tervünket. Itt az a helyzet, hogy nagyon sok programot tettem be, úgy érzem, de ugye ezt nekünk egyeztetni kell majd a főnökséggel, hát az igazgatónőnkkel, és szeretnénk, mondom, teljesen összpontosítunk most a 25 éves évfordulónkra, és azon kívül évzáró rendezvényt szeretnénk, egy Mikulás rendezvényt szeretnénk, úgyhogy, és nem beszélve arról, hogy a hagyományos szilveszterünket szeretnénk folytatni, amit általában így mondom, hogy a ifi házban nekem így jön be, de hát ugye most más a neve, és mindig annak az aulájában szoktuk tartani, és azok olyan jók voltak ezek a szilveszterek, hát nem tudom, hogy most az igazgatónőnk majd ezt hogy fogja engedélyezni, vagy hogy fog hozzászólni. De azon kívül is már is találkozunk, holnap éppen egy ilyen nyárvégi kis pikniket tartunk, és hát itt van a Szenes emlékműsor, illetve koncert. Arra is holnap a jelentkezőket össze kell szedni, mert az Andrea várja a választ. Ugyanis tartjuk a kapcsolatot, most már el van neki egy levél készítve, küldöm a fényképeket neki, és hát ugye mindig VIP helyen ülünk, majd holnap kérdezem a kis tagságot, hogy mennyi, hányan szeretnének elmenni, vagy hogyan, mint, úgyhogy már indul a lavina. És akkor említettél az előbb, még mondtuk, hogy visszatérünk arra, hogy lesz még egy királynő választás. Ja igen, hát az meg főleg, már itt van a nyakunkon, október 1-én, az lesz születi bál. Úgyhogy ott lesz a szőlőskerte királynője, ő megint kap egy nagyon szép koronát, úgyhogy itt jönnek a királynők, mondom, már a negyedik királynő lesz akkor. Úgyhogy hát most a királyok városában ez lesz az idén. Benevezel erre egyébként? Igen? A rendezvényre. Ja, rendezvényre. Rendezvényre, igen. Úgyhogy, rendezvényre. Hát szóval ez lesz a következő, amire hát nagyobb súlyt kell fektetni, meg hát azért én nagyon bízom benne, hogy ezen a születi bálon is sokan lesznek, ugyanúgy csörögnek majd a telefonok, mint ahogy erre az Anna bára csörögtek, és én nagyon bízok benne, hogy szép lesz, és jó lesz, és mindenki jól fogja érezni magát, mert ezt is megtüzdeljük egy kis műsorral. Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és meséltetek, és akkor a nézőket pedig arra buzdítom, hogy igenis csörögjenek a telefonok, jelentkezzenek, és hát szerintem a két hölgyre ránézve is látszik, hogy tényleg érdemes eljárni ilyen rendezvényekre, és hát a klubnak is a tagja lenni, hiszen tényleg itt megállás nélkül programok várják a szépkorúakat, és hát sok-sok mosoly és vidámság vár rájuk, igaz? Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra!